Erdei valóságsunk mai részében először Dél-Baranyában, Villány környékén figyeljük meg a júniusi természet mindennapjait. Nem véletlen, hogy a szarvasokkal, javarészt gimbikákkal kezdjük, akik épp úton vannak a már szépen kalászosodó nagyüzemi táblák a nyíltabb térségek irányába. Felvételeink az erdő szélétől nem messze készültek, itt még az egyre fejlettebb agancsok olykor gondot okoznak a táplálkozásban, ezért is mozognak szarvasaink inkább a tágabb, szabadabb térségek felé. Ez a hónap még véletlen sem a nélkülözésről szól, ellenkezőleg. A gazdag felhozatal ráérős, akár órákig tartó eszegetésre készteti a már amúgy is jó húsban lévő telt bikák, tehenek, bórjak seregét, melyek között olykor-olykor egy-egy első nyaras, még épp hogy csak agancs kezdeményt viselő fiatal dalia is felbukkan. Ekkora vad már nem mozog sokat. Semmi nem is indokolja ezt, hiszen a föld színétől a közel 3 méter magasan lévő hajtásokig szinte minden a csemege kategóriájába esik, ráadásul alig nyelvnyújtásnyi távolságra. Röfögős, hatalmas barátaink, a vaddisznók is jelzik a maguk módján, teljes erőből nyárban. Az egykor csíkos kiscukik napjainkra már egész vaddisznószerűen barnák, a csíkjaik immár teljesen eltűntek, csak a méretükben különböznek még szüleiktől. E kedélyes társaságot is Baranya megyében kaptuk lencse végre, csak úgy, mint a mai disznó blokk zárós nyittünk hatalmas kanyát is. Tökéletes a beállás, természetfilmeseknek persze csak biztonságos távolságból. Most pedig egy hatalmas ugrással folytassuk Hajdú-Bihar megye, közelebbről Konyár Derecske térségében, ahol Petőfi börtönéből szabadult sas lelkem a rónák végtelenjét látom, sorai szinte kézzel fogható valósággá válnak. Magyar táj, magyar ecsettel, és persze az elmaradhatatlan mezei nyulakkal, akik e végre nyárias június 30 fokos melegével próbálnak megfeledkezni a dermesztő április és a csalfa május okozta megrázkódtatásoktól. Rejtőzködő őszgidánk viszont még csak ízlelgeti az élet erőpróbáit, amint egy elvirágzott, tisztességesen szárba szökkent repceföldön próbál eltűnni a növényzet takarásában. Még nem ért véget a közvetlen életveszély időszaka a gidák számára, akik előtt anyjuk is fokozott figyelemmel fürkészi a tájat. Táplálékbőség, meleg, fény, nyugalom. A ráérős legelészések, a nyugodt bőség, a naplementék leghosszabb, aranylóan tündökletes időszaka lassan-lassan az első kézzel fogható eredmény az aratás ígéretével.